legutóbb hazudtam nektek az Elden Ringgel kapcsolatban, és most nem arra gondolok, hogy a menetrendben azon ír, hogy Elden Ring, az közben Lost Ark-ozunk, hanem arra gondolok, hogy azt mondtam, hogy nem fogok streamen kívül játszani, mert akkor ahhoz lemaradnátok ti a dolgokról. Tehát hazudtam az Elden Ringgel kapcsolatban, és játszottam off-stream, és most pedig ugyanazt csináltam a Lost Ark-kal is. Mérhetetlenül sok órát öltem bele tegnap még este, mert kellett valamit csinálnom, és mellette elfért még a Lost Ark is. És azt kell, hogy mondjam, hogy amit a Lost Ark mellett csináltam, az elég sikeres lett. Majd elmondom nektek, hogy mi az, mert szeretném egyébként nektek megmutatni december eleje óta, de még nem sikerült előkészülni azzal kapcsolatban rendesen. A hosszú felvezetés után a lényeg, Lost Ark-oztam sokat, és hát mokokót is gyűjtöttem sokat. Új Tier 2-es fejlesztő cuccokat is szedtem, hát relatíve sokat. Ez azt jelenti, hogy most már lehetne menni a Roendelbe, de még mielőtt oda mennék, hát ezt nem mutatom meg, hogy milyen szigeteken keresztül mentem, de rengeteg szigetet átnéztem, és jó sok tokenem is lett, ilyen sziget tokenem, meg szedtem még egy, így tehát úgy kezdődött az egész, hogy jó, elhasználom a work energy-met, és bányászok, fát vágok, meg növényt szedek, és lett egy platinum fieldem, és akkor utána még elmentem bizonyos szigetekre is. Szóval, hát ja, lettek ilyenjeim. Sokat Lost Ark-oztam. TLDR. Itt vagyunk éppen. Ja, nélkületek játszottam. Elden Ringben épp egy olyan dungeonben vagyok, amit úgy íratok le, mi az, aki utál és ki akarja mutatni. Na, mert mi az, amit nem szeretsz ennyire az akit? You're back. Nem jön be neked a Lost Ark, értem, szóval akarcolom. Hát, nem jött be mindenki a kingdom. Erre el szoktam mondani. Bandita Trezsúria. Azt mondja, egy 8 órás missionre megpróbáljuk elküldeni az embereket. Na, ez sikeresebb. Hát. Jó, és akkor elugrunk a Verni kastélyba. Hogy nyomjunk ilyen napi dolgokat. A Griszt játszottam-e? Nem, de ajánlották nekem. Ha jól emlékszem, Hajnesz ajánlotta, de ha nem is Hajnesz, Kakasos biztosan ajánlotta. Játsz nyugodtan streamen kívül, úgyis végtelen órát elnyer ez a játék, úgy hallottam, most már az Elden Ring a trendi. Hát Elden Ringezni is Elden Ringeztem streamen kívül. Ott is vannak olyan dolgok, amik így uncsi lennének streamben mutatni, mint például, hogy szeretnék fegyvert fejleszteni, de nem tudom, hogy honnan lehet hozzá alapokat szerezni, és akkor ezzel elmehetne egy stream. Ja, hát azt annyira nem mutogatnám nektek, mert az uncsi lehet, és helyette inkább haladhatunk a progresszel. Ja. Ez a legnézettebb klik. A klipem, a clickbait működik. Ihánter élő adásba árult el a legféltettebb titka. Na, nem emlékszem ott, mit árultam el, lovacska. Ja, nézzem meg mi. Mert egyébként senki nem klikkel rá. Ez nem tetszik nekem. Nem tetszik nekem ez a 14%. Mármint, hogy 14-es szinten 44%. Bám! Sikerült 15-ösre fejleszteni. 18 000 harmonisárt kell hozzá? Haló? 18 000? Hát ez rohadt sok.
És ez mennyi kell? 4800. Mutolva voltam? Ó, oh, basszus. Na hát akkor ez tényleg jó clickbait. A fejlesz 16-ra nem méri meg? Hogy lesz. Úgyis le fogod cserélni. De ezt a honingot át lehet adni a tier 1-es cuccokról a tier 2-re, nem? Vagy nem lehet? Mondjuk nem, valószínűleg nem lehet, nem lenne logikus. Csak egyet tudok? A 14-re jó lenne azért legalább felhúzni a cuccokat, nem? Sziasztok, vonat, szevasztok, srácok! Amúgy használhatnám azokat a Stars Bread-eket, mert megmondtátok, hogy úgyis... úgyse ezt fogjuk használni már ír akárhánynál, ír 2-nél. 15 legyen mindegyik, aha. Viszont kell a 600-as item levelhez, aha. Experienced rookie. Hát elfolytak a harmadik leapstone-ok. Na, hát mit még kéne? Kéne ilyen Guardian Stone Fragment és harmadik leapstone. Illetve elfogytak a harmoni sárdok is. Az szívás. Az szívás. 5.50-ről felmentünk 5.76-ra. Aha. Na, kaptunk 3 achievementet is. Vagy legalábbis progresszáltunk. Honing level 15-et elértük. 102-szer honingoltunk, Gear of My Dreams alapján pedig elértük az 575-ös item levelt. Na, 550-ről 576-ra felmentünk. És 600 kell ahhoz, hogy Tier 2-vel foglalkozzunk. Jó. 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 Ennyi. Az a baj, hogy nekem nagyon nem fekszik az Abyssal Dungeon, béna vagyok és tönkre vágom a többiek játékát, ez is közrejátszik abban, hogy már nem élem annyira. Na hát ehhez azt tudom mondani, hogy keress valakit magad mellé, akivel szívesen játszol, aki elmondja, hogy mikor mit kell csinálni, és akkor nem lesz ezzel gond, hogy nem fogod élvezni. Mert igazából ami miatt nem élvezed az az, hogy nem tudod, hogy mikor mit kell csinálni, nem? Az Abyssal Dungeon pedig az egyik legjobb dolog a játékban. Boss harcok, ahol igazából nem az van, hogy ami például itt a Chaos Dungeonben, hogy nyomod ezerre a damot, azt mindenki fekszik, ez is szép, a Chaos Dungeon is nagyon szép, de az Abyssal Dungeon, ami igazán jó, hogy együtt kell dolgozni a csapatnak. Nalité! Ez is nagyon szép egyébként, amit most csinálunk. És hogy fokozzam a dolgokat, kapcsolok nektek... Ja, kapcsolva van. Mindenkinek a battle effektjeit láthatjuk most elvileg.
Szia, Dráklász! Tényleg, ti hogy álltak amúgy, srácok, az item levellel? Lanifé, menjünk már tovább! Mire várunk amúgy? Mire várunk? 873-as item level? Wow. Most mi van? Lalité! 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 Lokté! A sötét harcos. Na, Lalité. Rakhal! Hoppá, lepukizott. Na, lehet menni tovább. Miért nem akar az az egy ember tovább menni? Nem lesz több a loot. Semmivel nem lesz több a loot, hogyha most itt ezeket öljük. Nem, srácok. És sose értettem ezt a játékot, ez már input overload nekem. Mármint, hogy túl sok mindent látsz most itt a képernyőn? Hát ez a Chaos Dungeon, ez erről szól, Zakika. Hogy a dolgok történnek a képernyőn. De ez a Chaos Dungeon, ez tényleg ilyen. Az Abyssal Dungeon az adja a WoW-os raid, illetve a WoW-os dungeon élményt. És úgy, hogy mégse kell a klasszikus tank, DPS, meg healer rólokkal foglalkozni. Mármint hát nyilván lehet, hogy később kell. De így az elején nem kell ezzel foglalkoznom. Meg itt nincsenek konkrét healerek, meg tankok. És ez így tök jól ki van találva. Ja. Hát ebben a játékmódban nyomogasd a képességeket és ne hajj meg. Ez erről szól. Chaos Dungeon az erről szól, hogy hentelsz. Na, 46% damot én nyomtam. Oké.
Most a Chaos Dungeon-t úgy csinálják, hogyha lenyomtad a napi aurát, akkor utána, ha bemész, akkor csak az első két stage nyomolják, nem jön a harmadik stage hosszú, és nem ad semmit, kivel a harmadik stage nem legendary vagy epic. Aha. Ilyen nincs, de support van. Hát, oké. Okay. Van support, ott van például a Bard is, meg a Paladin is, aki supportol, de hogy ők is, tehát hogy nem azzal, hogy odamész, azt amúgy nem tudsz például sebezni, meg hogy mindegyik karakterrel tudsz sebezni, hogyha akarsz, de vannak support képességei. Ja. Dungeonok előtt érdemes felvenni a weekly questeket, kaptok érte Una tokent. Tényleg, ezzel nem is foglalkoztam. Ja, hát ezzel nem foglalkoztunk. Köszi. És ebből mennyit lehet? Egy nap hármat lehet? Vagy hogy van ez? A százalék mindenféleképpen megy fel, hogyha ölsz a bosszok, jobb cuccot dobnak. Aha. Hát akkor felesleges várni, hogy ne menjünk át. Igen, és egyszerre csak egyet. Igen, az ablak alján írja. Most itt erre nem tudok rányomni. Aha, igen, igen. Köszi, ezt el is felejtettem. Weekly-t el is felejtettem. Hát jó, én most itt arra gondoltam, hogy a bárddal lehetsz fejlődni, és nem kell amiatt aggódni, hogy te most support karaktert kezdtél, és nem fogsz tudni, ha egyedül vagy, érdemben játszani. De az biztos, tehát az határozottan látszik, hogyha nézitek most azt, hogy én hogyan sorcizok, és megnézitek, hogy más mondjuk egy ilyen monk-szerű karakterrel hogyan játszik, nem tudom, hogy hívják. Nem látok olyan durva tisztítás, clearelés, mint amit most én itt a sorcival művelni tudok. Itt gyakorlatilag minden fekszik és borul. Leszi? Hol lesz a fő izé? Valahol jönnie kell. Nem jön? Na, végre. Ne, nem ment ki.
Nagyon. Dara! Hogy hallom, van egy bárdunk. Hát itt most a végén nem tudtam burst-alni. Nincs is nekik durva tisztítás, én scrapper-rá nyomom kicsi AOE-val és nem is olyan nagy sebzéssel, de kicsik a cooldown-ok és nem annyira papír. Mozgékony is, viszont a PvP szigeteken, ahol FFL van és 90% Sorceress és Berserker, ott mindig szívok. Ja, hát a Berserker meg a Sorci az brutális. Próbálok úgy tenni, mintha érteném, mi történik a képernyőn, explosions everywhere. Ja, hát ez ilyen a Chaos Dungeon, srácok. Bemegyünk, az... hat folyom minden a képernyőn. Itt csak folyik le a képernyőről az összes elemi. Erről van szó. Na nézzük. Kuka. Kuka, kuka. Sajnos ezeknek a nagy része kuka. Chaos Dungeon nem mindig, vagy nem ad egyáltalán nekem jó engraving-es cuccokat. Na nézzük. Staff kuka. Vállas szintén, vagy mi az? Igen, vállas. Az is. Sajnos ezek az ékszerek is kukák. Bugyi az jó. Jó lett a bugyi, srácok. Akkor ezt megtartjuk. Staff nem jó. Hát ez a chest, ez gagyi. Kesztyű gagyi. Shoulder jó lehetne, de az a három az nem érdekel annyit quality-ben. Jó. Hát akkor lett egy jó bugyink. Kavicsok se jó. Sajnos nem jók a kavicsok sem. Na, a bugyit meg gyorsan átvesszük. Ja, úgyhogy... amikor azt mondtam, hogy unalmas a fejlődés, még a játék elején, ja, hát Sorcival elég uncsi a fejlődés, hogy így elnyomod az összes képességedet, azt mindenki meghal. Leveling alatt. Szuper. Generál más, minden képesség csak sebez. Az oké, okay. Csak vannak olyan karakterek, mint például az a közelharcos Monk, ami lehet, hogy nincs sok CD-je, meg mit szóval, micsoda, de nem az van, hogy hányod az összes képességet, akkor minden meghal a képernyőn. Hát már kapjuk a tier 2-es matikat, csak még ezzel nem tudok mit csinálni. Jó. Megcsináltunk két Chaos Dungeon-t, átnéztük most a cuccokat, amik kellenek nekünk. Chaos Dungeon-es küldetést azt elrejtem, illetve van itt nekünk egy olyanunk, hogy megkaphatnám a Serenade of Love songot. Ez merre van? Végül is Autisia, aha, mi meg ott vagyunk. Hát megcsinálhatjuk. Nem csináljuk meg. Az a helyzet, inkább Roendelbe megyünk, Roendel pedig
Bifrost-tel a Primal Island környékén van. Így né. Azok úgy jobbak PvP-re, Martial artistok össze-vissza ugrálnak és CC-znek. Aha. Hát a többit nem próbáltam még, meg nem is nézegettem annyira, hogy milyen. Na. Roendelbe megyünk küldizni. És ez elvileg ennyi, hogy oda megyünk. Lake Shire Wave. Ezeket az előküldiket mi már megcsináltuk. Igen, most az lehet furcsa nektek, hogy miért a Primal Island-ról mentem. Hát mert elmentettem oda a Bifrost-ömet, és mondom, így könnyen bele tudunk vágni a Roendel-es küldibe. Hogy haladjunk a sztorival. Hogy mi hamarabb tudjak mutatni nektek újabb Chaos Dungeon-öket, újabb Guardian Raid-eket, Abyssal Dungeon-öket, kockát, és a többit, és a többit. 3 napja vagyok tier 3-ban, minden fejlesztő cuccot eladok, 3 nap alatt 60 ezer gold profit. Na, az jó, nem? Hello, hello, volt valakinek olyan probléma, hogy eltűnt a World Quest és nem tudja folytatni a sztorit, csak mert nekem ez történt. Nekem nem volt még ilyenem. Szuperság. Végre. Végre haladunk, srácok, a sztorival. Legutóbb ugye Shushire-t csináltuk meg, most meg Roendellel haladunk. Érdekes ennek a világnak a tája, berendezése. Kicsit a Vernire emlékeztet, csak ez sokkal színesebb. Welcome to Roendell. El kell érni a 460-as item levelt. Oké, okay. Chaos Dungeon, Cube Guardian Raid segít ebben, azt mondja a játék, de hát ez nekünk már megvan, úgyhogy ez nem para. Ez nekünk nem para, ezt a küldetést elrejtjük. Logan Mesterről odaszól, azt is elrejtjük. Guardian Slayer-n azt is elrejtjük. Jó. The Port of Roendell. Itt tartunk jelenleg. Ja, és akkor már rögtön elő kell vennem a kis térképünket, a papunikás térképet. Elkalandozunk. Ide. Így van, és akkor már nézzük is, hogy hol lehetnek mokokók. Egy víztánk lesz. A vízta kell egyébként az Adventure Tome teljesítéséhez. Adventure-es Tome teljesítéséhez. Shushire-ben majdnem meglett a 40%. 40-nél egy Masterpiece-t kaptunk volna, ami nem tudom mit jelent egyébként. Portoiken 29%. Oké. Okay. Többi helyről megvan minden szerencsére. Annyira nem érzi ezeket, mert zene mögé vannak rejtve nagyon sok, amit 40-50%-os kontinens program still oldasz ki.
Amit nem érünk el, azt nem érünk el, nem baj. Próbálni megpróbáljuk. Útközben van valami mokokó, megpróbáljuk kiszedni. Semmit nem tudnak itt az elején az árkról az emberek. A kis sima falusiak. A végén pedig mi leszünk majd a megmentők. Excuse me. I will vouch for this person. Gerdia. Gerdia. Apologies. You've built up quite the reputation. Follow me. I will be your escort. Ő fog minket eszkortálni. What brings the great Gerdia to our port? Nem értették, hogy mi hozta a Gerdiát a dokkokhoz. A kikötőhöz. Flamekeeper Gerdia. Invisca's successor. As a fellow Sylvain, I am jealous of you. Ide le akarom mesélni. Megmentettük Shushire rabjait. Not all humans are like that, but the cruelty of their race sometimes astonishes. Elmondunk neki mindent. Quite the storyteller. Not to mention a very special person. Ennyi dolog érdekelte. Kettő dolog. Na, itt például van kettő mokopó is. Az egyik itt van. Másik pedig a... ennek a résznek a túloldalán. Aha. Egy nagyobb város, azt nézem, több teleportja is van. Na, erre mit mond? 250 charm, vagy annál több kell a belépéshez. Hát szerintem annyi nekem nincsen. Hogy mi? 250 charm. Azt sem tudom, azt hol lehet megnézni, srácok. Hát... lehet, hogy nem itt. Adtam egy e-mailt. Mármint, hogy egy... aukciós ház. Aha. Hát, bideltek a cuccokra. Nem buyoutolt senki sem. Oh. Hát ez szíves. Senki nem vette meg a cuccaimat teljes áron. Hát most ezek a levelek fognak jönni. Hát ezek szerint nincsen 250 charmom, mert itt nem enged be minket az ajtó, ami mögött mokokó lenne. És ahogy látom, most erre kell mennünk lefelé. Chingling, chingling. Mi ez az árk? Sose hallottam még róla. Bambiri Elder Botambó. Hogy nyomják itt a dobolást. Ez a mágia Rohendel áldása. How could you insult her majesty like that? Az árkot keressük. Hát itt az elején valószínűleg senki nem fog tudni semmit az árról. Hoppácska. Itt egy küldetés, pedig nem is a küldetésért jöttem ide, hanem azért a mokkóért, ami ott van.
El Maró, Bambiris. Fűt-fűrőt. Szenya, az a neve. Ah, és kaptunk közbe küldetéseket. Ezt a gombot kerestem. 576. Hogy remeg a lába? Egy szörnyetek van a dobozban. Egy cica volt. Egy kis cica volt a dobozban. Hát egy kis cica is lehetné a szörnyetek. Most fel kell vennünk a kis cicent. És el kell vinni a tulajdonosához. Mármint, hogy a cicának van egy tulajdona. Nem lehet imótolni mountolás közben. Ezt a lámát levesszük innen. Meg a rezonanszos szongot. Meg az iszképet is úgyse használom. Mindig nyomok érte F2-t. Ja, itt most Song of Valort kell nyomni. Mederiának. Annyira jól néz ki ez a farkasos sapi. Mert tudom, eltakarja a karakterem arcát. Dance. Ez fantasztikus. Megérte foglalkozni a Twitch droppal. Karizma, XP, ilyen XP, olyan XP. Zendár. Oké, erre lesz majd a Zenadár. Na, az övé Ornélia asszonysági a cicus. Kedvességpontot kaptam ezért. A könyvgyűjtő Zendár. What kind of trouble did you cause this time? The idiot. What did he do this time? I am. He's not home right now. Please have a seat and wait. No. Na, tehát 60%-os Roendel Adventure Tome teljesítésért fogunk kapni egy szongot itt. Ha jól láttam. Így van, szongot felterninti, akkor tudjuk majd ezt a mokokót megszerezni. Úgyhogy ez tényleg el van zárva ennél a területen. Úgyhogy ez odébb lesz. Emlékeztem el egyébként. Egyébként a zonatokának hát csak goldra lehet váltani, vagy arra érdemes? Nem vágom én ezzel, még nem foglalkoztam. Itt van nálam 27, de hogy mit lehet belőle venni? Gőzöm sincs. Toddy! Haunty Magic Branch. Tetszenek itt a repkedő könyvek, meg a fura ládikók.
I thought I did everything right this time. Still a frog. And I can still taste butts in my mouth. Érzi a bogarakat a szájába. Thank the gods. I didn't die as a toad. Legalább nem békaként halt meg. But the state of magic in Rohendale hasn't been good lately. Na, ő legalább tud segíteni az árkkal kapcsolatban. Oh, you must be pretty famous. By the way, Ovid. Hát, nem használjuk a teleportálást. Lehet, hogy most nincs itt senki, aki erre tudna érdembe válaszolni, Zolka, hogy az UNA tokeneket mire érdemes beváltani. Na, Thomson szerint másra nem is érdemes. A titokzatos mágus. Wind Orb. Nézem közül, hogy itt hagyunk-e esetleg egy mokkót. Plusz egy kurázsi pont. Szevasz, pocó, mi újság? Aven here. I hope you've wrapped up by the time you get this note. Please come to Lakeside Plaza. I think I found something incredible. Az Aven már a plázába akar vinni. Egy vista. Nagyon hangulatosak ezek a kis házikok. Azt hittem egyébként az elején, hogy olyasmi lesz, mint Vern ez a terület, de nem. Ez is egyelőre nagyon különleges, egyedi. Vége a hétnek, az igen, jól megy. És mi a tervet, pocó? Fogsz csinálni? Based on my intuition as a genius mage. Megisszuk a láthatatlanná tevő potion-t. Na várjál! Béka lettem, de már vége. Well, I take full responsibility. Next time, I will not fail. Még egyet megiszunk. Excellent. It works. Na, ez tényleg működik. Simply use the invisibility potion again. Okay. Bár azért elég szép árnyékunk van. Lehet mászkálni a GoFest óta süt a nap, szerintem nem volt még ilyen hosszan jó idő. Aha. Ja, most jó idő van. Most nagyon jó idő van. Eltekintve egyébként a havazástól, tegnapi vagy tegnap előtti havazástól, jó időnk van, tényleg. Azt hiszem, lépéseket hallottam. Á, ez nem lehet. This is really strange. A doctor? Strange. Halt! Stop what you're doing and come this way. Ah, you're the Sylvain bound to Invisca's soul. But may I ask what you're doing here? Csak körülnéztem. Használtál invisibility és mágiát? Someone's watching us. Há, én sose tennék olyat. Szevasz Jézus és a haverok, itt mindenkinek, srácok.
Did he say anything strange? Nagyon pöpecő néz ki ez a pálya. Ja, ja, ja. Hogy védik? Ez a Rusia kis csajszín. Turan, come back. Turan. I have to make sure Grandpa's okay. Szia, Kiri, szia, Böri. Nagyon tetszik egyébként, ahogy így a cinematikokból ott van a kis papír sapkám. Farkasos papír sapkám. Fűcs, fűrűcs. Raptured Seal Sight. Hogy tetszik eddig a Lost Ark? Nekem nagyon nem jött be. Na, hogy Böri. A leveling az taszító volt. Somebody, please help! What in the world is going on? I'll call the guards. No. Thank you so much. I can't run. Oh. Thank you. Thank you. Ja, hogy itt amúgy lehetne tovább menni. Thank you so much. Thank you. Thank you. Az első MMO elemek megölték nekem, aha. Thank you. The magic is raging out of control. Nekem tetszik egyébként. Legalábbis jelenleg. Ameddig nem azért harcolok, hogy... nem azért harcolok nagyon, hogy 576-os item levelről felmegyek 579-re, és napokig, hetekig nincsen előrelépés, addig tetszik. De egyébként ez egy ilyen játék. Lehetne csáposabb? Hát van itt egy sziget például, aminek az a neve, hogy Bikini sziget. Nem tudom, valahol errefele, vagy lentebb? Picit, vagy fentebb? Valahol itt van egy sziget. Hát, hogy ez az. Ja, ez az. Na, ez a sziget, ez... Bikini sziget volt, most meg AI van a Island. Például. Úgyhogy a csápokat kivették, pocom. Szia, McCrane. Na igen, a cica neve Karács. Szép sziget, ahol a teknős pontot lehet kiszedni? Azt még nem néztem, azzal nem foglalkoztam. Lalité! Lokté! Ja, a pandás vicces volt.
Durva egyébként, hogy egyedül most így mennyire sebeznek, és így a 460-as item level kell, és nekem most 576 van, tehát hogy brutális a sebzésük. Elmehetünk lefele. Amúgy egy achievementet közben. Omnius Signs Quest. Grandpa, wake up! It won't budge! Here, over here! Botambo. I need to get rid of this huge boulder. Look out! More of them are coming! Run! Lality! Gyertek csak! Ti nem akartok jönni? Hát amúgy ezek nem akarnak jönni. Uha! Szával síró! Nézz újság! Nem bolondultál bele ebbe a játékba, Shiro? Mi ez a kis dinoid? Köszi szépen az 54 hónapot. Úgy újra étkeztünk, srácok. Öregjenek a szövegek Shironak. Kiméltek a csetet. I think the boulder has been weakened enough. Come here. Good work. Grandpa, please get up. Good job. Now. Whoa. The magic's going to explode. Run. Köszi szépen, Simon's Mask, és azt tudom, ezt a pergetést. Köszi, köszi. Annyira még nem, azt hiszem le 18-en tartok, de nem vesz rá az élet, kiéktem a BDO miatt, most meg az Apex felág, meg az RL, de majd lassan belásom magam. The crisis has passed. 18-as szintű vagy? Mi a manó? A nagy MMO-s Shiro nem csapatja. Mi a manó? Hát ez rendesen meglepett, Shiro. Azt hittem, hogy nagyobb MMO-s vagy. Azt esetleg tudjátok, hogy hol lehet előre például 3 hónapra feliratkozni? Mindig kapok erről e-mailt, hogy ajánlgatja a Twitch, de sehol nincs ilyen opció az előfizetésnél. Jó kérdés. Azt tudom ezt. Én tavaly csináltam pont a szeptember előtt. És azóta még nem foglalkoztam velem. De most így fejből nem tudom megmondani, hogy hogyan csináltam. És hogyan csináltam az előre. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Több hónapra feliratkozást. Ha más nem akar. A stream után megnézem. Sőt, olyat is lehet, hogy lehet ajándékozni másnak több hónap feliratkozást. Úgyhogy van ilyen. Elkré, köszi szépen a támogatásodat, köszi szépen, hogy folytattad a
Willitől kapott ajándékodat. Köszi, köszi. És köszi a pergetést is, srácok. Világos, világos asztalom. Ezt nem tudom, nem tudom most így hirtelen. Tényleg. De bízom benne, hogy hátha van itt a cseten valaki, aki esetleg ezt a több hónapos feliratkozást vágja. G például biztosan vágja. Ha esetleg ő itt van. Hearts Melody. Én épp terveztem feliratkozni, mikor Willy giftelt egyet. Willy már csak ilyen. Lehet több hónapot adni, igen. Ja, de nem erről van szó, Joker, hanem hogy hogyan lehet több hónapra feliratkozni. Mert ha jól tudom, ha több hónapra előre feliratkozol, az például még kedvezményes is. Sihuhu mosolygós fej. Létó, köszi szépen a 100-as vonatbeindítós sírt. Köszi a támogatásodat. Szem az mondja, hogy a jobb felső sarokra kattint az előfizetéseknél, és ott lehet szerkeszteni az előfizetést. Mert ezek szerint ott is látsz. Nekem az nem adja, hogy minden haverom másik szerveren van. De ez miért gond, Shiru? Minden haveroddal együtt tudsz játszani. Együtt tudod nyomni a dungeon-okat. Együtt tudod nyomni mindent, tényleg. Meg akkor, hogyha azzal, akkor miért nem mész te is arra a szeróra, ahol a haverok vannak, Shiru? Nem is gondoltam, hogy a feliratkozás folytatás az beleszámít a Hive-onatban. Mert hogy 4 külön szerveren vannak, de az miért gond? Hogy külön szerveren vagytok. Mondom, ugyanúgy tudtak mindent csinálni. Elvileg itt van egy mokokó. Szervereken átívelően is lehet együtt játszani, igen, igen. Amíg egy régióba vagytok, addig tudtok együtt játszani. Olyan ez, mint a WoW-os cross realm. Ja, értelek. Joker, semmi gond, nem viccel. Én teljesen azzal voltam, hogy az el van szeparálva. Hát nem tudtok például egy klánba lenni. De szerintem nem vagytok egy klánba. Nem dől össze a világ. Hát mondom, tényleg ugyanúgy tudjátok az endgame dolgokat együtt csinálni. Meg a nem endgame-eket is. Be akartok menni egy dungeonbe, azt meg tudjátok csinálni. Szedú! Szia, Szedú! Mi újság? Hocsmint. Még peregnek mostanában nálad. Huppácska, köszi szépen, Szedú, a 39 hónapot, illetve partigi neked a 26-ot. Wow! Hát sírva látod, csak ide kell jönnöd, elmondanod a problémádat, mi meg találunk rá megoldást. Köszi szépen a 26 hónapot, Party Pink. Mi újság van veled? Veled is. Szintén
Szintén áll a kérdés, te mi jót nyomatsz mostanában? Csíró. A modest fellowship expands. Praise the sun. Köszi szépen a támogatásodat, méghozzá a 8. itt a csatornán. Jó. Köszi, hogy ezzel Örsin 33. hónapját lehetővé tettem. Csak is a Horizon? Ne is mondd. Szánom, bánom, hogy azzal nem tudok úgy haladni, ahogy szeretnék. Sziasztok, Dark Souls játékokkal még nem játszottam. Számít, hogy melyikkel kezdem, tehát, hogy 1-3-ig, vagy nem számít, mert nem olyan a sztori. Csak tudom, hogy így játszott vele, aztán agyalok, hogy melyiket vegyem meg. Szerintem, ha nem számít nálad az, hogy melyiknek milyen a grafikája, akkor azt mondom, hogy mindenféleképpen az 1-jel kezdjél. Úgy legalább sokkal, hogy is mondjam, érzelmesebb lesz, ahogy mész a 2-re és a 3-ra. Hogy látod, hogy miből lett mi. És látni fogod, hogy milyen király lett a DS, nem csak mechanikában, hanem grafikában is. Úgyhogy én úgy azt javaslom, hogy az 1-nek a remasterjével kezdj, aztán a másodiknak a Scholarját nyomjad, Scholar of the First színes verzióját, nem is tudom, hogy még a sima DS2-t meg lehet-e szerezni, de úgyhogy úgy, DS1, remastered, DS2, Scholar of the First szín, és a DS3 a DLC-kkel. Én tegnap kezdtem neki nagyon adja. Fájd is csak a szívem, Létó. Na, jó szórakozást akkor hozzá. Kacok a Horizonhoz. Horizonhoz. Na, már is pergetünk itt közben Shirunak. És Örcsinnek. Mostában sokkal stressz, aztán próbálom terelni a figyelmem, rápróbáltam a Lost Ark-ra, EU Centra, aztán elmentem Westre. Ez a szorban állást nem nekem találtál ki, mellettem még mindig találok valami grindolnét valót a Warframe-ben. Hát oda jött új content, tehát a Warframe-ben mindig tudsz grindolni. Most a hetekben vagy hónapokban jött valami nagy content a Warframe-hez. Emberin, long time no see. Hát figyelj, én is hétvégén szerettem volna játszani a játékkal, aztán amikor kitaláltam, hogy na, most van időm, akkor hát nem tudtam nyomni. Mert még 3 óra kellett volna, hogy bejussak. Ez a cinnervél, ez szívás. Sziasztok, Elon! Én tegnap kaptam egy ilyen e-mailt, elismerésünk rettenthetetlen vadász, amiért megszerezted a Horizon Forbidden West platina trófádat. Összesített játékidőd a 84 óra 27 perc. Aszta. Az durva. Az szép. Az nagyon szép. Elon, gratula hozzá. Akkor... A modest fellowship expands. Praise the sub. Nem tudom, hogy pontosan hogy van, Stalon. Nem tudom, hogy meddig tart a Sony-nak ez az akciója. De ha jól tudom, minden egyes platina trófea elérésért ültetnek egy fát valahol. Vagy támogatnak valakiket valahol, nem? Valami ilyesmi van, igaz? All you need is a good drink to go on a fantastic adventure. Trust me. Igen, folytatódott a Lore 4 órás story quest, viszont lesz még új content erre építve. Na, tök jó. Szia, Loki. Sírú, hát csak itt szórod magadból a gifteket. Nagyon szépen köszönöm, hogy Markok generál első hónapját, illetve Stealon 4. hónapját ezzel lehetővé tetted. És tovább léptetek level 3 felé.
nem a platináért, hanem valami egyszerűbb sztori acsért jár. Ó, na ezt nem tudtam. Azt hittem, hogy a platináért jár. Secret passage. Adventure Storm Food 4 kell. Oké, okay, hát akkor ezt hagyjuk a fenébe. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Praise Lee. Mit kell azért a trófeáért csinálni egyébként? Meg hány embernek lehet már, meg mennyi fát ültettek? Azt hittem tényleg, hogy a platináért van ez a dolog, de akkor rosszul tudtam. Stay alone, nagyon szépen köszönöm, hogy továbbadod az ajándékot sírótól, méghozzá Karfman számára, akinek ezzel a második hónapját valósítottad meg. Karfman, gratulá. Srácok, ne kiméljétek a csetet, nyugodtan pergesétek a szövegeket. Úgy néz ki, hogy Roandelben megtaláltuk a fővárost. Hoppá, bocsánat. Teleportation magic may be too challenging for you. Elvileg van itt kettő mokokó is, én egyet sem látok. Van maximalizálva olyan 2-300 000 pa, azt szerintem ízébe elértük. Tök jó. Tök jó. És egyben szomorú, hogy én kimaradtam ebben. Most így nem látom értelen a mókókót. És hol van? Pedig itt bent van kettő. Hopp, ott is van. Jó, és akkor hova küld minket egyébként a játék? Enter Sandkeep, tehát oda kell mennünk. Ott is van egy tripart. Nagyon megörültem egyébként, amikor megláttam, hogy magyarul fog megjelenni ez a Horizon. De sajnos még mindig ugyanolyan noobnak érzem magam a célzásba, mint azt éreztem a Zero Dawn-nál. Oh, I've been waiting. Te már vártál? Én meg mokukót várok. Nem, egyszerűen nem látom most itt a mokokókat elrejtve. Nem dobja fel. Na mindegy. Glad to see you in good health, successor. Have you been, old man? Örök lassítás és nincs gond. Ja, az a lassítás az sokat segít. Amúgy, tényleg. The investigators are. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Én ezért fogadtam meg magamnak, hogy ezúttal a konzolverziót kiadjam, aztán majd jól megnyerem PC-re ilyen ternél. Tényleg, lehet, hogy két év múlva, amikor arra már kiadják a PC-s verzióját a Forbidden West-nek, addigra lehet, hogy lesz ismét egy olyan karácsonyi nyeremény játékozási. Simán. Ó, köszi szépen, Szemanz, még így a hype-onat végén az ajándékodat, a 21-et itt a csatornán. Köszi szépen, hogy ezt sebatnak ezzel a harmadik hónapját tetted lehetővé. Ezáltal egy újabb badge-ét is. Köszi szépen mindenkinek, aki részt vett itt a hype-onatban. Én se tudok rendesen kontrollerre lőni. Hát... hozzá kell szokni, vagy ezzel kell születni. You arrived quicker than I expected. Ennyire megszállódja lettél a Horizonnak, nem is gondoltam, Szedu, hogy neked is ennyire tetszik ez a világ.
Szia, Langdon. Can Turin come as well? You shall be under my protection from now on. Let's What a damn shame. Hát egyébként jó látni, hogy mennyi fannya van a Horizonnak. Ilyesen az első három végjátszás PC-n kettő. Az durva. Nála mégis föl volt az íródon, a konzolon a végén már story módban nyomtam, és volt, hogy úgyis megszemettem, PC-n végigvittem ultra hardon, és 100% voltam. Aha. Rothun's Magnus is her majesty's. Akkor lehet, hogy én sem... erőltetem annyira a dolgot, olyan szempontból, hogy maxoljam, mert... lehet, hogy azt majd PC-n akarom. Bár a Platina trófea olyan menő. He will tell you what to do. Successor, I've been waiting for you. The Tower of Dawn welcomes you. Between Sun and Moon. És közben kapunk egy sima küldetést is. Könyveket kell cipálni fel. Professor Ezolin. Éppen meghallgatjuk a leckét, a szemeink olyan nehéznek érződnek. El is aludtunk. Kifáradtunk a sok tanulásban. The full moon. Morning class. Na, class Lotus Lake-hez kell elmennünk. Lesz Lotus Lake, és ott közben van egy küldetésünk is. A 9 óra volt a Horizon Zero Dawn kimaxolás a PC-n? Ó! Oh. Igazából nem az zavar, hogy nincs könnyítés a Horizonban, hogy jól célozzak, hanem az zavar, hogy milyen bénán célzok kontrollára. Ez amilyen frusztráló. Szerintem végigjátszottad, kimaxoltad 20 óra alatt, pocó, azt bent voltál még 49 órát, hogy meglegyen a 69, igaz? Meg egyre jobban rászokom a kontroller való játékra, Xbox Series X-es kontrollerrel, PC-n vezetékkel. Hát figyelj, én is ezt csinálom, amióta van DualShock kontrollerem, mindent próbálok kontrollerrel játszani, mindent az égvilágom. És még így is az aim-em az iszonyatosan béna, de a platformer játékoknál ott nagyon jó, nagyon hasznos. Hát oké, kell a könnyítés, de engem nagyon zavar, hogy nem vagyok olyan pontos, mint... nem azt mondom, hogy iszonyatosan pontos vagyok egérbillentyűzetelés, de sokkal jobban megy egérbillentyűzetelés, ez frusztráló. Kétszer vitted végig, hogy izél? Mert egy acsit nem kaptál meg. A DS-eket toltam kontrollerre, de nekem a halálom, hogy milyen béna vagyok. De, hogy is sírunk. Nem tudom, én olyan 140 óra alatt maxoltam ki, mindig ha látok egy csordát, meg kell lölni. Meg kell a loot, mi? Izariel. A muzsikus. Jó, mehetünk. Vagy itt van valami? Mokokó. Mokokó, mokokó. Semmit nem látunk. Van egy csillag, de az nem tudom mit jelent.
Ja, hogy van ott egy csillag. Ja, hát akkor az ott marad. Mármint, hogy van ott egy mókókó. Ott marad. DS3 Final Boss-t 7 órán keresztül próbáltam és elengedtem. Hát erre azt tudom mondani, hogy lehet, hogy más fegyverrel kell próbálkozni, vagy más build-el kell próbálkozni. Ki gondolod, hogy te pucéran katonával akarod végignyomni, nem biztos, hogy az a testvírusan. Ez csak egy példa volt. Been quite a crowd. I hope it always stays this. Did something bad really happen? Fortunately, the magic. I heard about the magic eruption. Here in Visca's successor. I met Lenora in the forest. DS-ek final bossai híresen könnyebbek, mint az előtte levők. Hát a DS2 Final Boss, ami a Protector meg a Defender után van, meg Aldia előtt, az a Chelsea, akit most nem tudom, hogy hívnak, ez tényleg nem volt nehéz. A DS1-ben, hát ciki, de nem jut eszembe, pedig ő elég fontos karakter. Ő se volt nehéz, talán első tryra meglett. Gwyn. This letter. Ja, a Gwynnek hívták. Ja, láttam videókat, hogy valakik perizgetve ölik. És hogy milyen brutális sebzést tudnak belevinni. De ja, Gwyn se valami nehéz. A DS3 Final Bossát meg még nem öltem egyedül. Mert a True vagy a Secret Ending, nem tudom, hogy hívják, tűzbitorlásához, ahhoz meg kellett idéznem Júriát. Ja, meg lehet amúgy idézni, tehát Shiro, megidézhetsz NPC-ket is magad mellé. Attól még ugyanúgy tiéd a győzelem. A death metal kezdek hallgatni, vajon a kopogás kevésbé hallom? Nálam festettek egyébként, azért volt kopogás. Szemansz. Az a gond, hogy szerintem ugyanúgy fogod hallani. Szia, szia, Crazy Berry. Hogy megy a Lost Ark? Nyomjuk most a Roandel-es küldiket. Nem, kopogó szellemek voltak szélrakarcoló. Megy a felújítás a... kint a folyosón, a repedezettséget tüntetik el a falakon. Ja, és megy a festés, meg a csiszolás. Kivéve a lenyírozod a némleszt, az nem szükség. Hát ez a némlesz lenyírozás, ez olyan, hogy Zakika mondta tegnap, hogy hát Elden Ringbe, hogyha megölöm a... Majd nem azt mondta. Azt mondta, hogy a Commander O'Neill az egy nehéz boss, vagy valami hasonló dolgot mondott. Meg oda mentem, átraktam az összes flaskámat manásra, és ledobáltam tűzgolyóval, és azért nem halt meg, mert kifogytam manából. De hogy így nagyon nem csinált semmit. Sőt, még volt egy rész, amikor be is akadt egy gyökérbe, és nem mozdult. Amint, hogy moonwalk volt. Repedezettségmentesítés. Ja, hát igen, te katonás, közelharci bildet nyomsz, Akika.
Töredezettségmentesítés megy a falon. Nagyon egyrugója. Egy rugóra jár az agyatok, Connor, szőre karcolóval. Pistitől tanultam az összes alapszabályt, és tartom magam hozzá, hogy nem a build a karakter, hanem én vagyok szar. Hát figyelj! Ami megy Pistinek, nem biztos, hogy megy neked. Ilyenszer én nagyon ráfügtem, belevettem 240 plusz órát, pedig alig játszok vele, vagy másfél hete, de ilyen ráfügtem. Azt a rohadt. Na, mi az, ami ennyire megfogott bennek, nézzük belőle. Aztán rájöttem, hogy, ott, hogy a ló ott van, szóval azért meglep. A ló iszonyatosan nagy könnyítés. A lóról való harc, az olyan, mint a mortásába a megkeményítés. Megkeményedés. Hát... nagyon könnyű lesz úgy a játék. Te nem jön be Pisti stílusom? Hát figyelj, ő így játszik, más meg máshogy játszik. Ő így szereti nyomni a játékot. Terveztek a közeljövőbe R6 live-ot? A menetrendben meg tudjátok ezt nézni. Hogy mikor mit... fogok nyomni. Nagyon sokan megszokták a DS3 Dodger egy kombót. Mármint a... a dodgerás utáni támadásos atakot? Én azt nem is nagyon használom. Mármint, hogy most nem annyira használtam, de nem tűnt olyan nagyon menőnek. Eled a menetrend üres? Uha. Akkor szerintem nem jól csinálod. Ha a Twitch-es menetrend üres, akkor az azt jelenti, hogy Árni nem rakta még át a Discordról a menetrendet, a Discordról meg a Redditről a menetrendet. Ez azt jelenti, hogy be kell írni a chatre, hogy kukac árni aláhúzás mód, lusta vagy! Nem, ilyet nem szabad csinálni. Ott van a leírásban a menetrend. Hogyha valaki egy kicsit körbenéz itt a streamen, mindent megtalál. Mennyit játszok, mivel játszok, mikor vannak a streamek, csak egy kis... tájékozódás kell. I sense an entirely different kind of magic. This is... a menetrendben vannak info, ki hitte volna, hogy a menetrendet lehet ilyenekre használni. Mágia. Ez olyan, mint a Twitter. Van Twitter, de senki nem használja. Állítólag. Olyan, mint a Diablo és a WoW szerelem gyereke, és én a mindkettőt szeretem. Ja, mint hogyha Diablóznál meg WoW-oznál, és akkor minden fűszert még beleszórtak volna. Azt nem csak raidezni, meg dungeonezni tudsz, hanem 6-szor több mindent. 2 hete nem ültem a gép felé, a Covid miatt nincs energiám, a legalapabb dolgok is elveszik minden erőmet, félben maradt a GOV, meg a Empire Survivor, se tudtam még kipróbálni. Figyelj, minél később próbálod ki a Vampire Survivor-t, annál jobb lesz. Nem maradtál le semmiben. Hetente, két hetente jön content a Vampire Survivorhoz. A GOV-ot én is egyébként sajnálom. Abban a szempontban, hogy... még van egy
Siegfried, vagy Sigmund, vagy Sigvard, vagy Sig akármi, az utolsó varkülös harcom, az még így hátra van nekem. A golfból, sajnán. Az átvezető animációk azok szerintem jók, bár nem olyan jók, mint egy WoW-ban. Nem a mi stílusunk. Szóval karcolom. Meg Elden Ringben kevesen használják ki a weapon artokat, mert a DS-ekben teljesen hasztalanok voltak. Hát... A modest fellowship expands. Praise the sub. Hát... Ja, mondjuk... Hasznosabbak. Sokkal, de sokkal. Sokkal fejlettebb ez a weapon artos rendszer, mint ami a DS-ben volt, ezt aláírom. És sok mindenben még fejlettebb az Elden Ring. Hát ugye... Ott van például az ugrás, ami rengeteg mindent megváltoztatott a játékba. Például nem csak gurulással, dodzsolással tudsz kikerülni egy fajta támadást. Például ugrással is. Támad az enemy, ugrasz egyet. Ja. Arról nem is beszélve, hogy nehezítettek a távolsági harcosoknak is. Hát M. Krélis, szerintem lesz rá lehetőség, hogy együtt játszunk, amikor új szezon van, akkor azért sokkal a sűrűbben van Siege. Úgyhogy valószínűleg jövő héten már fogunk Siege-ezni, akkor jön az új szezon. És szoktak nézői játékok is lenni. If you can hear me, come to Breezum Bray with Orelda and Digny at once. Ja, azt is jól megoldották, Crazy Barry, hogy jól tudj altozni a játékban. Ó, Léto, nagyon szépen köszönöm az első feliratkozás ajándékozásodat itt a csatornán. Köszi szépen, hogy ezzel Revben, remélem jól mondom a nevét, első napját lehetővé tetted. Köszi szépen. Most van 1003-as gánlenszerem, meg három másik, még Csóri 550 felatt van. Azt a rohadt! Én most beleraktam a játékba mennyit? Melyiket kell nyomni? Shift F3. 93 órán van a játékba, azt... kétszer annyi van Crazy Barry-nek, és már van 1300-as karaktere. Meg három másik 550-es. Azt a rohadt. Hát én most a Reflux Mage-et nyomom, szerintem a kezdőknek a Reflux Mage-o. Az Igniterhez nagyon kell tudnod jól időzíteni, meg ismered a bossok mozgását. Az Igniter az, ami szerintem a nagyon jó. A sorciból. De a Reflux az való még nekem. Szia, Hunter, hello, csövi. Igen. Az jó klip. Ó, vissza kell menni. Gyorsan visszaportolunk, hopp, itt se vagyunk. Ali, mi ez a fejedem? Mindjárt mutatom a csitka. Ez kérlek szépen egy papír farkas sisa. Always stays this peaceful.
Ja, szóval az Igniter-t azt most nem használom. Megy eszettemhez. Ez sokkal jobb lenne, ha nem lenne rajtam, tudom, de... Annyira vicces. Hílu baba, köszi szépen a támogatásodat, már a második hónapja. És köszi szépen, hogy a... Hogy a Prime-adat te is rám használtad el. Srácok, peregjenek a szövegek Hílu papának. Ahogy az előbb peregtek, Létónak és Revbemnek. Úgy. Én úgy érzem, ezzel találtam méltó udódot a WoW-nak magamnak, legalábbis pedig azzal is nyomtam 13 évig. Hát figyelj! Sokan a Final Fantasy 14-be találják meg a WoW utódját, én megnéztem, és egyszerűen jelenleg nem tudnám elképzelni, hogy azt így elindítom bármikor is, mert nagyon taszító, ahogy kinéz, és tudom, nem szabad elítélni a játékokat a kinézetük alapján, de nem tudnám magam semmi pénzért rávenni magam, hogy kipróbáljam, pedig még szponzorált tartalom is jöhetne akár belőle, mert lenne rá lehetőség, de én és a Final Fantasy 14 olyan, mint hogyha Raid Shadow Legends-eznék. Előbb Raid Shadow Legends-eznék, srácok. Pedig ez súnya. Ez súnya kifejezés, de na. Szoktam egy eredményjátékot hirdetni? Néha így rákapok azt egy hónapban kisorsolunk 50-60 vagy több játékot is van, amikor meg hónapokig nincsen. Jaj, igen, igen, de nem, tehát, hogy nem szar a Final Fantasy Honor, ez fontos leszögezni, hogy nem szar. Csak egyelőre én nem venném rá magam, hogy kipróbáljam. Pedig ha kipróbálnám, biztos megváltozna a véleményem. Néztem belőle gameplayt is, de így... Szóval visszatérve egyébként arra a dologra, hogy ez jó utódja a WoW-nak. Hát... Van akinek lehet egyébként, de más stílus. Hogy is mondjam? Én nem érzem azt, hogy annyira... Sok hangsúly lenne egy karakteremen, és annyira sok dolgot tudnék csinálni, mint a WoW-ban, mármint hogy olyan jellegűeket, ami nem azzal kapcsolatos, hogy jobb legyen az item levelem. Itt gyakorlatilag minden arról szól, hogy hatalmasabb legyen az item levelem. A WoW-ban meg nem minden csak arról szól. Olyan a grafikája a Final Fantasy-nak, mint a WoW-nak? Hát, én nem ezt érzem. Nem így láttam. Hazai, hogy itt unatkozol, nincs egy játék sem, amivel játszhatnád, csak az effekt. Nyomunk egy tolkot. Amúgy most, hogy ide átjöttünk Rohendelbe, ahogy látom, szépen megindult ez a csík, ez a kék csík. Thank you. I feel better now. Egyáltalán nem szar, tök jó a sztori, a grafika nem annyira jó, de attól lehet élvezni. Ja? Nem is mondtam ilyet, hogy szar. Miért ne értsetek, nem mondtam a Final Fantasy-t, az se, hogy jó, az se, hogy szar. Én ránéztem a játékra, néztem belőle a gameplayt, és az alatt az 5 perc alatt, amennyit adtam neki, az alatt azt mondom, hogy a Final Fantasy meg én, az egy
épülön világ. Nagyon, nagyon durván. What's wrong with everybody? Bár én, mint külső szemlélő, aki sose játszott semmelyikkel sem, a Lost Ark is úgy néz ki, mint egy MMO. Hát... nekem a Lost Ark úgy néz ki, mint egy RPG. De ez... igazából nem jelent semmit. Most hogy néz ki. Hanem az, hogy milyen mechanikák vannak benne. A mechanikák pedig elég erőteljesen MMO-sak. És annyira sok mindent csinálhatsz, mint állat, farmolhat, szedegethetett a heti collection-eket, elpuszhat, szerintem ebben több mindent tudsz csinálni, mint a WoW-ban. Ezt úgy mondom, hogy a WoW-ot mindent élen játszottam casual és semmi HC szinten. Jó, nem tudom, nekem az hiányzik, ami valószínűleg ebbe a stílusba nem illik. Nem mondom, hogy ettől szara a Lost Ark, hanem például nekem tetszett az, hogy sokat kell például menni A-ból B-be, és közben megnézhetjük a világot, belebukkanhatunk ebbe, abba. Itt meg lépek kettőt enemy, lépek kettőt enemy, itt egy ilyen cucc, ott egy olyan cucc. Nem tudom. Nincs az az érzés, amikor csak így bambulok és nézem, hogy milyen a világ. Mondom, ettől nem rossz a Lost Ark, meg nem lesz ettől Isten király császár játék a WoW, csak hogy például nekem az így, mint MMO élmény, ez így hiányzik. Leave them here. Slowly now. Careful. Jaj. Picit sajnálom, hogy a Necro helyére hozták be a sorcit. Hát ez nem azért van, mert hogy nem akartak summonert, hanem azért, mert valószínűleg nem tudták behozni, hogy jó legyen a summoner. De szerintem ugyanúgy lesz summoner. Pillanat. Hol vagyunk most? De az nagyon bejön, hogy egy karaktert megcsinálsz kinézete, ahogy tetszik, és azzal az egykerével az összes klasszt tudod játszani. Wow, ilyet lehet csinálni a Final Fantasy-ban. Wow. Itt egy mokopom. A Tier 4-es frissítése jönnek új klasszuk, köztük a Summoner is. Én még nem néztem meg, hogy pontosan mik jönnek, mert így se tudom, hogy miket lehet csinálni a játékban. Itt van valahol egy... aha, ott van. A Drakenszangot ismered? Nem. Ahogy szoktam vele játszani, felkeltei jatekok. Parancsot beírjátok, és akkor láthatjátok, hogy milyen játékokkal szoktam játszani. Köszi amúgy az infót, Immortalszól. Nem néztem meg, hogy milyen a Tier 4-es update-tel. Jó. Wow! Ez mennyire jó már. A Renninek egy ijász nő kell.
What in the world is going on? Idővel biztos lesz ilyesszerű nő is. Ha nem is az, amit te szeretsz férfiba, biztos lesz hasonló nőben. Nem rejtegeti az árut a Lost. Oh. Oh, no. És ezt miért mondod? Children, wake up! Oké, itt is lesz egy mokokunk. Mennyire király volt már, hogy egy pitypanggal szálltunk föl. Who did this? I was too late. Cecilla. I should have gotten here earlier. The situation is more serious than I thought. Alul itt a háttérben ott van, ott van. Szia, Kizu. Sziasztok, srácok. Mokoko! És... aha. Köszi a linket, Astronomist. Kéne főzni valamit? Hát én rakott krumplit ettem tegnap. Adri meg is lepődött, hogy amikor hazajött, mondta, hogy kéne valamit enni estére. Hát, ha még maradt a rakott krumpliból, nem maradt. Reggelire is azt tette, meg ebédre is. Annyira jól esett. Are you still studying that magic? But that place is only permitted to Sylvanes who have been chosen by the ancient elemental. Reggelire, én az a fajta ember vagyok, akinek mindegy, hogy mi van reggelire meg ebédre. Az se érdekel, hogy mások mit mondtak erre, hogy... Hát azt nem szabad meg, hogy az nem tesz jót. Ha úgy van, acal teszek. De egyre is. Airfryer, ez micsoda? Nem, megölt mindenkit a paladin. Lalité! Hát ebben sokat kell interaktálni a karakterekkel? Hát így sztorizás közben sokat kell. Főleg mivel keleti MMO, hát így különösen sokat. Keleten nagyon szeretnek domálni. Nálam zöld borsó főzelék a menü sült kolbásza. Ez tetszik. Föl is írom magamnak. Adri majd jól meg lesz lepődve, hogyha megkérdezi, hogy mit szeretnék enni. Itt szeretnék ebédleni, akkor majd mondom neki, hogy zöld borsó főzeléket. Általában megkérdezi, hogy mit szeretnék kajálni, és akkor elmondom neki azokat, amiket így nagyon szeretek, és akkor amikor kérdezi, hogy valami mást, akkor nem tudok mondani semmit, mert így semmi nem jut eszembe, mert nem nagyon szoktam ezzel foglalkozni. Amit elém raknak, azt megeszem, meg segítek, amiben lehet, de hogy így nem tudom kitalálni, hogy mit szeretnék enni. Szóval most majd mondom, zöld borsó főzelék. Hm.
It was a kaját. Igen. Ja, el tudom mondani a kedvenceimet, de hogy a kedvenceimen kívül mit lehetne még enni, ami nem mindig unalmas. Hát ezt nem tudok mondani. You. And Viska's successor. Rajta múlik pepperoni és pizza van egész héten. Hát akkor... te se vagy túl változatos. Én usta voltam, szóval a tegnapi maradék lazanyát ettem reggelire. Nem tudom, emberek mit próbálják ezek ezen, hogy egészséges vagy se. Egyszer egy évben nem hiszem, hogy éveket veszel az életemben. Nem szabad lazanyát enni reggelire egyébként? Az rossz? Az rossz? Not impossible, but... Ezzel ugyanígy vagyok, a párom azt mondtam már ma, hogy akkor főzök magamnak, mert ő nem jós. Tessék, azt kell csinálni, amit én, ellopni mások ötleteit. Okay. És akkor okay. Meglepődik a páratok, let's hogyha azt mondjátok. Ha ilyen határozottan mondjátok, hogy mit akartok kaján. Hirtelen majd azt is fogja hinni, hogy összecseréltek valakivel. Vagy részeg vagy. Milyen jól néz ki. Nem is gondoltam amúgy, Blade, hogy te csapatod a Final Fantasy-t. Na várjál! Csam kurikat kell fogni. Ez egy nyuszi volt. Csam kuri. Te csam kuri vagy? Nem csam kuri. Ő csam kuri? Nem. Akkor mi? Na várjál, ő csam kuri. Hogy ők a csam kurik. Gyere vissza! Vissza, gyere! Gyere vissza! Hopp, ott van. Hú, azt mondja. Hogy ismertem a Pistit, Janit, meg Messzájt? Hát, a PUBG-s érába Jani mondta, hogy nyomadnánk együtt, és akkor onnan lett a... Onnan jött a hard módozós dolog is. Messzájt azóta... ismerem, tudok róla, hogy van, amióta elkezdte. A nem nevezünk nevén való szerveren való vovozós videóinak csinálása. De úgy így együtt csinálni dolgokat, így a hard mode meg a siege-ezős történettel kezdtünk el. Grízes tészta, azta! Na ezt is felírom magamnak, köszönöm szépen. Jók ezek a kajatipek, már profitáltam. There will be lightning. Try your best to dodge it. Nem tudom, mire gondolsz, én. A grízes tészta. Valaki tudja, hogy a market mikor nyílik meg a játékban? Eddig nem sikerült megtalálnom. Nagyon egyszerű, nyomsz egy Alt-P-t. És itt kírja, hogy hanyas szinten lesz elérhető. A market és a... nem tudom micsoda, a valami, az 30-as szinten lesz elérhető egyébként. Néha kérdezz rá, mi a kaja nálunk, adok ötletet. Okés. Ez sokat segít. Mármint, hogy... Adrinak biztos sokat segít, én meg lenyűgözöm majd, hogy bizony, én milyeneket is tudom.
Nem csak azt mondani, hogy makaronit, meg rakott karfiat. Vagy krumplit. Mióta diétázom, arra sok zöldséget kell enni, soha se gondoltam, hogy ennyire bejönnek majd előtt a csülkös pacal orvérzésig kategória voltam. Én, tudod, mind lepődtem meg? A létom. Az, hogy a ilyen pirított cékla, ez mennyire jó, nézé, nasi. Életemben nem gondoltam, nem, nincs bajom a céklával, szeretem egyébként. De vagy nem gondoltam volna, hogy ilyen kis, jó kis snack kaja. Általában mennyi rajongói levelet kapsz egy nap? Nullát. Ez olyan, mint a chips. Igen, ilyen chipszerűség egyébként. Cékla. Nem tudom, hogy pontosan hogy csinálta Adri. De a sütőbe berakta a céklát összevágva, meg valamit rakott még mellé, és akkor mellé, és akkor ilyen snack-szerű, chip-szerű dolog volt. Nagyon jó. Ja. Jó cucc volt. Mi nem csak a nudokat küldjük ám. Ja? Na ezt... Ja, hát ezt eddig mondtad, hogy így kellett volna kezdeni. Akkor majd nézem a nem nudokat is. Mindjárt érsz egy rajom? Ó, ez a szedó. Ez a szedó. Megkímélj. Mi a posta, fiók? Magyarországon kívülről a 420, de Magyarországon csak a 69-es. Szia, Máj, szevasztok, srácok! Fűt cékla alma roston csirkemám. Hát én múltkor a újka herepörköltön lepődtem meg, hogy mennyire jó. %94, 96. Nagyon jól néz ki amúgy ez a képesség. Az még kimaradt? Hát nagyon íz lett. Nem volt még sose íza, ilyen íz a számban. Öt cékla almával. Lality! Ja, de az a chips az például így tök jó estére. Azt éreztem, hogy ettem belőle egy csomót, és úgy nem kívántam már utána más tenni. Mert amúgy nem akarok este kajálni. Semmi nehezet. Szia, Ancsi! Ah.
asztalat. Milyen jól néz ki basszus ez a képesség. Nézzük, Sáncsi. Azt hiszem az utolsó rajongó... Nem, amúgy nem. Nem az, az volt az utolsó rajongói levél. Az utolsó ilyen rajongói levél az az volt, ha az annak nevezhető, hogy megköszönte valaki, hogy nagyon örül neki, hogy a Boldi csatornával ennyire foglalkozott. De a legdurvább levél az az volt, hogy... hogy megszóltak azért, mert átálltam esti streamekről napközben irem. És hogy ezért meg is vonja a támogatást az illetőm. Van még valahol egy enemy, de nem tudom, hogy van. Valami krompli jellegű köretet fog, vagy petrezselmeset, vagy majd is eset, attól függ, hogy találok-e a boltba petrezselmet. Én nagyon szeretek krumplit pucolni, szerintem ezt már mondtam nektek, mert egyrészt I also sense malevolent energies coming semmi, from se, inside of the temple. Nem zavar, meg semmi ilyesmi, mert közben tudok mosolyogni azon, hogy Kalácska mennyire próbálja levadászni a leeső héját a kumpin. Hát, mert hozzá voltak szokva az emberek a Hoskonor, hogy este 5 órától, vagy legkésebben 6 vagy 7 órától peregtek a streamek hajnali 2-ig. Azt átálltam a délelőtt, délutáni streamekre 2018-ban. És megszokták azt, hogy hajnalokig tartó PUBG-zások voltak régebben. Azt most már nincsen. És hogy ő nem ezért fizetett. Kvázi. Amikor ilyen izó tüzes rudak állnak bele a földbe, az az awakening skill-ed? Nem. Ez a questtel jár. Ez most ezen, ebbe a dungeonbe ilyen képességet kapok. Ez a Mark of Domination. Ez. Az awakening képességem egy ilyen nagyon ilyen... lángolós, villámlós dolog. Something's interfering. Your power. Growing weaker. Na, mennyire csapjuk le a HP-ját? Ó, nagyon jó, nagyon jók vagyunk. De jól nézett ki ez a főnix. Ez Dumbledore. Can no longer hear Silperion. We must hurry. Lalité. Ja, hát régebben olyanok voltak, hogy végeztem a PUBG-zással hajnali 1-2 körül, azt utána váltottam GTA-ra. De nem azért, hogy RP-zzek.
hanem már tetszett a GTA volt nagyon. Jól van, Csasszit, köszi szépen, hogy itt voltál. Szép napot neked. Szia, szia. Tudom, hogy sokatoknak kimaradt az a korszak, de... Ne... Érezzétek magatokat rosszul emiatt. Sokkal jobb, hogy most van. Már aki a Witcher 3 végigjátszásomat keresi, az biztos nagyon meglepődik, hogy... hogy az akkori Janter milyen volt. Nem azért, mert akkor káromkodott meg ilyenek. Hanem, hogy mennyire más, hogy álltam a dolgokhoz. Smaug bácsi? Hát a tüzes képességem nem biztos, hogy nagyon hatékony lesz. Nalité! Megszakítottam! Basszus! Kiugrott belőle! Nem jó! Nem jó, az se jó. Hihetetlen, hihetetlen! Ja, hát mindig változik az ember sírú. Úgyhogy bárkire mondják azt, hogy már nem az az ember vagy, mint régen. Az igaz. Így van, Gép. A fekete ruhás néni sokkal menőbb. Inanna cannot hold on much longer. Thank you for your help, successor. Ancient Elemental Silperion. Azt, amilyen jól néz ki ez a karakter. Oké, és fragmenteket fogok majd kapni. És itt nincsen Mokuko Seed, úgyhogy szerintem kell nyomonunk egy Song of Escape-et. Így van. A pénz megváltoztatott. Már nem az vagyok, aki régen. We prevented a magic eruption at the Storm Temple. Why would the flame elementals do this? Jó. Rothunba megyünk vissza. Méghozzá. Nem látom, hogy hova. Most se látom, hogy hova. Hát akkor csak szimplán vissza kell menni. Közületek van-e valaki? Nem tudom, hogy... Na, az a kérdésem. A Platinum Fieldre, ha én 4 emberrel akarok menni, akkor ahhoz 4 Platinum Field kell? Fejenként egy-egy darab? Vagy elég, hogyha a party leadernek van ilyen Platinum Fieldes tikitje?
Erre tudja valaki a választ? Mert igazából az lenne a kérdés, hogy van-e valakinek jönni ilyen Latinum Fieldet, mert tízesek a gatheringes képességeim, ahogy azt mondtátok, hogy level 10-ig nem érdemes bemenni a foraging, logging és a mining nélkül. Most már ez megvan, úgyhogy be tudnék menni, és azt is javasoltátok, hogy ketten, legalább ketten csináljuk. Ebben mindenkinek kell, aha, akkor mindegy. Na mind, ettől függetlenül, hogyha van valakinek kedve közületek Platinum fieldezni, és van belépője, akkor én szívesen nyomom. Ha nincs, akkor meg megyek matchmaking-el, vagy egyedül, nem tudom. A Platinum fieldet úgy képzeld el, mint a Diablos Puzzle Ring. Én legalábbis valami ilyesminek képzelem. Szia, Lord Fairy! Mi újság? Vizus, vizus! Neked van kettő ilyen jegyed? Na, akkor mehet majd a gondolat lengem. Te próbáltad már? Vagy csak gyűjtögeted? Nem voltál ki, kéne próbálni. Ja, én is így vagyok ezzel. Elvileg olyan, hogy ha meghalunk, akkor semmilyen lootot nem kapunk belőle. Úgyhogy... jó kell csinálni. Akkor úgymond kuka. Van valami hidden mission is oda? Ja? Lehet, hogy van. Én egyelőre csak be akarok menni, meg akarom nézni, hogy milyen. Ezt a raptort küldiből szerezted? Kérlek szépen. Mindjárt mutatom, hogy honnan szereztem. Nem innen. Nem is innen. Northvern 30% Adventure Stone-os jutalom. Jól van, Siruk, össze szépen, hogy bekukkantottál. Szép napot neked, meg jó családozásit. Na, gratula a 600-hoz. Nekem is most az lesz a cél. Megkapod a ládát, amit elértél. Ó, gracián, köszi szépen. Akkor ez hasonló elven működik, mint egy cube. A cube-ba is valahogy hasonlóan működik. A ládás, Di. Szia, az besz, mizus. Na és sikerült haladnod az Elden Ringgel is? Ott félni. Ja, bár azt hittem a Cube-ról beszéltek, akkor nem. Nem. Platinum Field. Platinum Field-ről beszélünk. Magically processed solar salt? Igen. Na! Hát akkor jó kikapcsolódást az besz, vagy nem tudom mi a terved így a Szabira. Nekem képzeljétek, nem sok olyan ismerősöm van, aki azért vesz ki Szabit, hogy például játszon egy játékkal. Vagy hogy csak chilleljen egy kicsit, hanem mert elintézni valója van, amit egyébként nem tudna munkaidőben. Hú, ez elég fura volt, átlátszott a hajam a sapkán keresztül. Power követelményen nem lesz gond? Szerintem se lesz gond.
Szia Mirko, szevasztok srácok! Jó van, mehetünk majd lengel. Nem tudom nekem még mennyi van hátra ebből. Hát, még van hátra. Roendárből, de utána én benne vagyok, hogy nyomjuk. Mert ha bányászni szedegetni kell, akkor feltunkolom az energy-t, mert tegnap elégettem. Én is elégettem. Van 1200 work energy-m, szóval az nem sok. Mikor mi várható, srácok? Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenféleképpen olvassátok el a szabályzatot, a leírást, és akkor könnyen megtaláljátok a választ a kérdéseitekre. Én, nekem nincsen olyan potim, ami feltölteni a work energy-t. Ezt legalábbis szerintem. A life energy az nem egyenlő a work energy-vel tudtam már. Szóval én elnyomtam life energy-s potion, de az nem töltötte fel a work energy-s, work energy-t. Van olyan potim, ami a work energy-t tölti fel? Igen. Én mondom, elnyomtam Life Energy Potion-t, nem töltötte fel a Work Energy-t. Hol is kell megnézni itt. Ezt nyomtam el. Ezt elnyomtam egy ilyet, és nem adott 3000 Work Energy-t. That woman, she wasn't going to wait for us from the start. Ez nem az. Hát az oké, okay, hogy ez nem az, de ez is life energy, ott van. Increase life energy. Ja nem, ez nem az, ez tényleg nem az. Igen, hát mondjuk el kellett volna olvasnom. Ja, hát restauráló, life energy restauráló kell, oké. Okay. Hát akkor ez ad 1000-et, jó. Hát igen, csak olvasni kellett volna. You have returned. Árnyas, köszi szépen a támogatásodat. Imáron második hónapja. Itt bújra itt köztünk. A srácok beregenek a szövegek árnyasnak. Hát igen. Nem olvastam el, srácok. És nem értettem, hogy mi a gond. Ó, kitartást akkor, árnyas. Nem lehet a gúnyát átszínezni? Az enyém is ilyen sárga, tök ciki, hogy konfekciógélben mutatkozom a városba. Hát szerintem ezeket nem lehet átszínezni. Tudsz olyat, hogy veszel magadnak skint, és akkor azt itt applikálod. El kell érni a tier 2-t, szerintem az máshogy fog kinézni. Olyat is csinálhatsz, hogy leveheted magadról a rucidat, és akkor piros leszel, na? Nem tudom egyébként, hogy az epic verzió az hogyan néz ki. Hát ennek a ruhának az epic verziója hogyan néz ki. Talán még az is lehet egy opció. Oké, még kell 3 enemy. Köszi szépen azt a Mr. Shabbat és Neska a szegpergetést. Oké, itt lesz elvileg lent egy kokó. Tier 2-es van, mert másképp néz ki. És eltér a rare ruha, a rare tier 1-es ruha az epic tier 1-estől?
kinézetben? Mert az Epiken már megjelennek a set bónuszok. A Rerem még nincsen itt a T1-nél. Tudtam már nem, aha. És Tier 2-es Rare felszerelésen van set bónusz? Ugyanaz az ipanyagta, nem aha. Raportsokban lehet beszerezni skin raport pointból. Kloppácska, na tessék. Lenora is searching for any trace of Gerdia. Ovid? Shetu. Ovid? Rotomu. First trace. Aztán még seed-e plantálás is kell nekünk. Én megvettem rá a 35 000 skint, mert azt tetszett, ilyen sötét ruci, adott egy intes buffot. Ah. Na várjál csak. Sötét ruci. Rapport. Rapport shop. Az hol lehet amúgy megnézni? Az ez. Vendornál ilyen rózsaszín a városban. Aha. Oké. Okay. Na azt majd megnézzük akkor. Városban szívecskés fent van. Oké. Okay. Szerintem azt még sosem néztem. Eddig. Na, Setu magva itt elültetjük. Végre egy kis tárgyú. Fel ezzel rapport, talán valami ilyesmi. Aha. Látom is, hogy hova kell tovább menni. Bár hogy ez hova mutat, azt nem látom még. Amúgy, ha farmolnak aranyat, abból is lehet venni skint másokkal. Aha. Ez jó info. Ahogy itt vissza kell menni. Hát akkor visszamegyünk. Marketen is vannak skinek, aha. Köszi. Szia, Nózi. Na, betöltött. Szevasz, Danika. Üdv mindenkinek, srácok. Azt mondtátok, hogy... szívecske. Az lehet, hogy itt ilyen nincsen. Városba szívecske. Én nem látok itt szívecskét. Fun. Kék levél, nem? Ez az? Ja, hogy az az? Oké. Okay. Pam 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 pam. 13. riportnál járok itt a Rohendában. A pink láda így van. Na nézzük csak. Raport chest skin. Na. Aha. És ezt meg lehet nézni, hogy hogy néz ki, vagy csak képzeljem el. Na, az például 70 000. Annak 70 000-es skinek, meg 35 000-es. Ott a nagyító. Ó, köszi.
Tehát ott van egy kis kalapom. Tehát ilyen kis kalap. Aztán... Wow. És milyen nadrág van hozzá? Nem látom, report. Ja, de a csizma. 70 000 egy csizma? Biztos, nem? Na, ez meg annyiba másabb, hogy kék kalap. A ruha pedig zöld. Zöldes. Hát, ez az arany jobban tetszik. A fekete, akármivel. Ó, hát köszönöm szépen, és ezekből nincsen több, vagy itt Rohendelbe csak ezt lehet venni? Jól telik, Danika. Viszi a kérdést. Nincs több. Áó. Csak ezeket. Még. Majd lesz több. Gondolom én. Market sincs még. Vagy mi az? A store sincs még feltöltve. Még mindig csak ezek a cuccok vannak. Mondjuk ez nem is rossz. Ja, az egyik az kristályos, a másik pedig, igen. Amúgy ez elég jól néz ki, ez a piros. Mert a pirosban nyomulnék. Ja, a shopon azért van annyi maintenance, amire a matchmakingen is, mert ugye az ugyanaz. És mármint, hogy ugyanazon az elven, ugyanazon a szerveren működik. Úgyhogy shopon... Shopot nem használják annyian, mint a matchmakinget. Ja, ez a piros ruci, ez tetszik egyébként. 1000 kristály. Az 1000 kristály az mennyi forint vagy euró egyébként? Nem tudjátok véletlen? Én nem néztem utána. Este 5-től 11-ig nem lehet csőcsöteni. Próbáltam egyszer matchmakingelni, még az elején akkor nagyon rossz volt, nem tudom most mi a helyzet. Jó, játék lehet, megveszem majd. Ó. Jó. Bár... Ha szeretnéd egyébként, akkor nem is kell megvenned, mert ingyenes. De! Fizethetsz is érte. 1000 royal, 10 euró. Hát akkor az nem is tétel. Az inkább gond, hogy nincsen választék. Az inkább gond, hogy nincs választék. Nincs nagyon választék. Pedig lemerem fogadni, hogy Kórában meg az orosz szervereken nem csak ennyi cucc van. Ezer royal, 10 euró. De a skin az 1400. 2400, micsoda? 2400-ba kerül. Ja, mert hogy... De ez... Na várja, melyik? Ja, itt van. Tehát... Royal kristály. Aha, látom. Tehát Royal kristály az, amit tudok venni pénzért ezek szerint. És az 2000-be kerül. És az 20 euró. Aha. Aha, az meg 2004, amit tetszett. Ó. Oh. Sárga a fizetős, a kék a farmolható. Én azt hittem, hogy a kék az ugyanúgy fizetős, csak még farmolható is. 1200 euró, aha. We must stabilize this area.
Ja, én nem két skin csomaga alapján akarok dönteni. Szóval majd ha jönnek még skinek, akkor majd döntök, de így nem. Sárgából is tudsz kéket venni? Ja. Goldból meg átváltható. Ja. De inkább választok 20 skinből, mint 2-ből. Moonkeep. Lenora, I've heard about your story. Hallottam a sztoridat, a történetedet. Hallottam rólad, mesélek, tessék. Nem tudom, hogy meddig... Nem érdekel, hogy ki vagy, nem fogok neked segíteni, mondta a csávó. Kéket nem tudod eladni a marketbe, a sárgát megállát. Ha. Milyen errefelé az idő? Hát eddig sütött a nap, de most nem látok. Most olyan orrusnak tűnik, vagy nem tudom, nem süt a nap. Felhős. Szóval nem tudom, meddig fog tartani itt a roenderes üldizés. De megpróbáljuk ma végig nyomni. Ha tudjuk, persze. Tizárom triport már megvan a 20-ból, úgyhogy bizakodó vagyok. Excellent work. Everything's ready on this end. Let's hurry and find the flame keeper. This place is strange. Meg kell keresni a flamekeepert. Didn't you say some time ago that you received an entry pass to the port? Proféta jegyzetei. Oh. Yes, this should do. We have certainly saved some time thanks to you. Long ago, Mark Reed brought ruin. All right. Control this power. We need to follow Gertia's tracks. The mages of the moon keep failed. But I can sense the great power. I should study it a little longer. The last Zor. The potent magic of Zanila. This isn't nearly enough. Erre nincsen mokokó, szerencsére. With Zanila's destructive magic. Gertia was planning something here. They were Sylvanes. Like us. Azt kell megkérdezni, hogy hol lehet Gertia. Go away. One, two, five. I didn't see anything. One, two, I can't hear you. Five. I didn't see. Do we look that scary? Hát én nem tudom, miből mi vehető, meg hogy a sárgát meg lehet-e venni akármiből, mert nem foglalkoztam még ezzel, csak azt tudom, amit ti mondtok. There, footprints. Let's see where they lead. Battle item chest selection. Mint egy selection chest. Na, elvileg itt már lesz mokokó. Atlan
100%. És ezzel meg is lesz. Na és itt van elvileg a mokokó. Már én nem látom. Ha tippelnem kéne, nem itt van, hanem a túloldalon. Igen, valószínűleg az van. Lali tér! Ja, és pont elment a platform. Három jegyzetei a profétának. Oké. 17%-on járunk jelenleg. Hát, most megnézhetjük, hogy jól gondoltam azt, hogy hol van a mokokó. Na nézzük mindjárt, hogy ez hanyadik report. 14. report. És meg lett közben a 20%-unk. A Platinum Fade-el kapcsolatban meg Worker Energy-kel. Hát amivel bányászunk, nem? Cardia! Möldösünk, ha nem bányászunk. Fogsán. És az... arra rájöttél, Lengel, hogy azt miért javasolják, hogy többen csináljuk? Please, forgive us. Gyorsan. Timmy! You have returned. Timmy, hát nagyon szépen köszön a támogatásodat. Immáron 21. hónapja. Üdv újra itt köztünk, srácok! Eregjenek azok a bizonyos szövegek Timinek. Köszi szépen megli a pergetést. Két ember a fát vág, fűrésszé vált és kétszer gyorsabb. Ja, szágom. Na akkor csak ennyi. Tehát, hogy... ennyi. Oké. Okay. Pányászos cuccok dobhatnak valami itemet, amit el kell szállítani a kezdőre, és az különleges helyeket nyílnak. Területi rare drop. Nem tudom, mennyi szintet lépünk ma, srácok, a roster levelbe, azt a rohadt. Hát legalább 4-et már léptünk. Kurva. Mennyire adják itt a küldik a szintet.
Annyi, hogy kétféle platinum kéred van, én a növényszedős bányászós favágós része ennek. És mi a másik? Amúgy én is arra mennék. A Roendelán vagyok. Rohendel. Dead. All dead. This is it. We need to find out what happened to them. No. Másik a horgász, vadászat, relik. Na, ez nagyon jó. Oké, és akkor fel kell húznom a horgász, vadászatot, meg a relik. A relikás cuccot, és akkor azt is meg akarom majd nektek mutatni. Meg akarom mutatni majd mindkettőt. De azok nekem még nem tízesek. Sajnán. Jól haladok? Köszi, Gatsby. Most már ideje volt ide jönnöm. Where exactly are we going? Lord Guardian. It's time. What is the meaning of this? Ah, milyen menő képességei vannak. This should be enough. Guardian gonosz ezek szerint. Guardia. He has done the unthinkable. Oké, erre nyugodtan tudok menni. Azt nézem, hogy van-e itt valami motokó. Fügy. Továbbra sincs megkopó, hogy ott vagyunk. Ezen blokkol az enemy. By the gods, why didn't I realize this earlier? Viszont lehet 15-30 fele el kell mennem. Hát, én addigra már szerintem biztos végzek Rohandellal. I was a fool. We must stop Guardia at all costs. Guardia's research? Szerintem nekem még egy ilyen 20 perc van hátra ebből a területből, de nem tudom, ti jobban tudjátok, srácok. Még sok van ebből a területből nekem. Buszjegyre kéne, itt van. Vissza. Azt nézzétek. Undying Dandy buszjegyre kéne. A Szia Uram klánból. Nagyon jó. This research was quite this place hasn't shaken. Prate told me everything. What's that? Gertie has a research journal. Has humiliated a realm of elementals. Szerinted még egy óra is akár? Oh. Yes. Guardia once mentioned some kind of there were once special material. Akkor végezzek ezzel a, ezzel a térképrészlettel, ahol most vagyunk, ezzel a Ruins of Gennaillal, és akkor utána mehet a Latinum fieldezés. Do you have something to say? Attól függ, hogy megállsz minden questért. Aha, megállok. There are a wealth of fascinating records. This is a weird minden questet megcsinálok. Of course. This is why I like you.
Mágikus circle. Kár, hogy nem lehet rá zoomolni. Perfect. Let's report back to Her Majesty. We will leave as soon as we are ready. Yes, I have to thank you for everything you've done for Rowinda. Please, take good care of this child. It's taking too long to purge the Neela's contaminated kaptunk magic. Egy mountot. Egy champ. I pleaded with Queen Azina to use the power of the divine tree. She refused. When the demons invaded Rowendell, I sensed a great change. The powers of Elzawin and Queen Inanna grow ever weaker. Azina, Inanna, and ever Sylvanes in Rowendell have abandoned Zanila, reflecting what's happening here. Before the divine tree Elzawin grows any weaker, we must extract its secrets. And that great tree's power restores Neela to ever glory. Infernia has agreed to my plan, but the elemental will strongly oppose. Hát kettő dungeon fix átra van, ha nem több, és a kettő közötti része az még. Seek their approval. Ennek a területnek lassan már egyébként a végénél járok. Pont. Adventure Stormfood Elixir of Secret Vision kell ide. Térketen elakadtam el, mivel kell a gear level a sztorihoz. Hát... Én se tudnék most tovább menni. Mármint, hogy nekem is kell majd... nekem is el kell majd élnem a 600-as item levelet. Majd Rohendel utáni részhez, ha jól tudom. Ugye? Igen, de nálam már 1100 kell. Szerinte elementálisok realmjét kell megmenteni. Érdekesen néz ki ez a terület. You this far. No matter. You cannot interfere with our plans. Ah!
darab enemy. Nincs itt amúgy a... az egyik sort, hogy kifagyott vagy valami hasonló. Ezt nézem. Ez van 2%, 96. 98. Jó, mehetünk tovább. Ja, itt lehetne nézni a mokukókat, mi? Go ahead. I will follow you after I disarm this crude trap. Egyet már kiadtam. Azt a rád. Dolgoztam el Scrum-ba, vagy valami agilis módszertan szerint? Nagyon fáj, amit mondnak. Au. Hát erre a helyes válasz az, hogy nem. Hanem... hanem csak próbáltunk úgy... dolgozni, hogy megtanulni ezt a Scrumot, ilyen önfejlesztő izéként. Kollégákkal, hogy hogyan kellene ezt jól használni, ezeket jól használni. De hivatalosan nem volt még közöm senki ez, aki így elszerint csinálta volna. The fire elemental Afernia has betrayed us. We must inform the queen of this treachery. Gnosis. Jó, hát itt most lemaradnak a kokók. De nagyon tetszettek ezek Macri. Ledamolt. You saw it too. The shattered and forgotten city of the Sylvanes. I simply want to restore everything back to the way it was. Lurashuna, az a neve. Lurashuna. The queen has the power of Elzawin, but she did nothing for this ruined land. She's just as bad as the rest of them. Rohandel deserves a real leader. The elemental's magic seems unfocused. And when you arrive, stall them. I shall lend you my heart. Nem pasztoltál. Reméljük, nem akarsz arrébb menni. Jó.
Matthias, csak Ati azt mondja, hogy az a szívás neki, hogy elérje az 1100-at. Betrayed my trust. You. You betrayed us. A pagány. Micsoda tűzes golyói vannak. I don't have time for whatever this is. We must rescue Undaunt at once. Na, hogy megy neked a Lost Ark? Let's go to Undart. Thank you for your help. Undart. Picikét Guardian Edesztán lement az első 8-fél és Abyssal is. Nice. Én még nem tartok ott, a 8 fős abisszálom legyen. It is time to bring the traitor to justice. Afernia's powerful flames. Ott lesz harmadi Deepstone, úgyhogy majd tudunk fejleszteni. Köszi a követéseket egyébként, srácok. Tetszik az a golyó ott a gyomrába. Az a zöld golyó. Ja, ezt itt nem tudjuk nyitni. I fear this will be an intense fight. May the elemental blessing be with you. Please, stop Afernia. You dare set foot in the land of flames? Larite, demos them. Ancient Flame akárki. De jól néz ki ez a szörny. Százalék 93. És mehetünk tovább. Magunkkal egy kis fagyasztás. 60
van 1%. Jó, valószínűleg tovább kell mennünk. Most a lipstone-okat adom el. Tényleg, ezeket el lehet adni. Azokat a lipstone-okat, amik már nem kellenek neked? Mármint, hogy így nem a te tíredre valóak? Vagy melyikek nem? Kellenek nekem és a tíremre valók. Ó! Oh. Az miért éri meg neked egyébként? Azon kívül, hogy lesz goldod? A kisnek teszek bele le a fortodba. Ó, oh, ha? Tízet cserélek meg már. Ha. A lipstone-okat ráthathatók, aha. Hát én nem hiszem, hogy altozni szeretnék. Na, ő beszélt hozzánk. Van most készített a játék? Nem. Nem. Gond. Az gond. Jó, nagyon nyomja. Ez most nem. Hát ott volt egy búra. Ott volt egy búra, én azt nem láttam. Én itt nem láttam ezt a búrát, de itt van. Ja, tudom, ki kéne kapcsolni, hogy ne lássam a társaim képességeit. Ilyenkor a Stagger támadás kell rá, ha... A hal a madár. Ja, hogyha a madarat megöljük, akkor jön létre a búra. Ó! Oh. Igen, ez már a diablumé. A játék nagyon szeretné, hogy húzza altakat, ugyanis a legtöbb napi limit az per karakter nem per rossz. Ja, de... Én nem hiszem, hogy altozni fogok. Trust is for fools. Betrayal is inevitable. Brelshazzar! Asta.
hogy remegett. A broken barrier. Persze az ennek lesz nagyon komoly 8-ös rédje. And very soon. Your death. Szia, and the fall of Rohendale. Zsír. Hát itt nincs semmi láda, ahogy látom. Na, mehet a platinum fieldezés lengel, hogyha gondolod. Kettő is sugar drop. Tegnap este is esett egy nekem. Izé, melyik szerón vagy lengel amúgy? Okay. Na, akkor mindjárt megnézem, azt mondja Platinum Field. Biztos amúgy itt is van Platinum Field. Nem tudom, hogy hol kell egyébként keresni, vagy hogy mi az ikonjám. Platinum Field. Megvan, ott van. Nem még ott nem járok szerintem, Tarmin. Find party. És ezt fogjuk csinálni, Nahun doményét. És van még ez a Judian kanál, de az meg a vadászós. Jó. 250-es item level javallott ide. Ott van. Mehet akkor. Már meg is csinálta lengel a partit. Két fővel el is indíthatod majd. Felejtsd el betolni a duplázót. Ne is mondd. Ezeket el tudjuk menet közben is nyomni? Tiket miből esett? Én bányáztam a Lullaby Island-en, azt hopp, egy kiesett. Kettőfős parti szerintem mehet simán, aha. Ezeket tudom használni menet közben is, srácok? Ezeket az essence-eket? Szerintem igen, oké, akkor mehet tőlem lengel. Ne, ketten menjünk. Úgyhogy eltűnt az operátor választása a rewardok közül. Nagyon ritkád van lehetőség arra. Az árendezés, vagy casualözés, vagy kickmatchezés alatt szokott lenni, és az meg nagyon ritkán van. If you find any platinum gatherables, please bring them to me. I'll exchange them for platinum coins. Menő rucia van lengelnek egyébként. Kooperációs bónusz. Lengel beköszönt.
Itt kell... Látom. Soil of Life. Providence Stone. Jön a Providence Stone például. Ja, és van negyed óránk ezt megcsinálni. I see. I sense a fresh energy. I think you're getting faster at gathering. Ez mitől lett aktív ez a bónusz? De akkor most az a feladatom, hogy itt mindent, amit látok, azt be kell gyűjteni? Negyed óra alatt? Valamit visszavitt lengel a kezdőhelyre. Ezt írja. You found some. Now bring them to the starting point. They'll break apart if it receives too much. Én is találtam valamit. So try using the trot skill. Ez olyan dolog, ami felkapható, azt vissza kell vinni a kezdőre, aha. I sense a calm energy. You're really getting the hang of those tools. Szia, madari. This brilliant glow. Please go find some more. I'll csak egy sima szendvics van. Semmi extra. Silver Orr, wow, nem is láttam még ilyen. Ebédelni meg még nem ebédeltem. Lassan kéne mentem. És arra feléd, madari. Az energy nem fogy? Nem figyeltem. Az jó hír. Tényleg nem fogy. Csak egy banán. Mi történt az étványaddal? Hogy megy a rossz tárkozás, madari? Sajnos most a rossz tárka fordítani tervezett időm jó részét megeszi az Eldaring. Nocsag a Rob. Milyen build elnyomulsz? Hoppácska. Hoppácska! Megyek mindjárt akkor lengel. Hibrid. Én is ilyen hibridet nyomok egyébként. Főleg varázsló szeretnék lenni, de nem mindig megy. Elkezdtem a szomorú, hogy meg úgy buildet, amit DS2-be eltoltam, de átraktam magam faszásra. Fasza. Újra teremtek egyébként a növények. Strong Goldor. Van kasza ezek szerint? Tök jó.
Hármat találtál, durva. Hát én kevés dolgot találtam. Én még nem találtam meg az igazit. Az Elden Ringben. Mikre mentem fel, hogy megnézzem milyen fajta fegyverek vannak, mert nagyon untam már a kis bögdösöm, aha. Én is felmentem Wikire, amikor azt éreztem, hogy hát most így nem tudom, hogyan kéne tovább haladni. Micsoda gombákat szedünk. Ezek a gombák mire lesznek majd jó? Minden OP, ami megtetszik, vagy amit jól használ. Jól használunk. Ez aki kajam. Bombához kell meg egy-egy potihoz, aha. Hát én nem nagyon craftoltam még semmit a Strongholdban. A felpaladás relatíve egyszerű volt, fel akartam fedezni a térképet, aztán követtem az objektívákat, amiket pinpointolt a Sign of Grace, aha. Fura, hogy most nem fűrészelünk, hanem ketten ütjük. Egy kicsit furi volt. Katanával én szerintem nem találkoztam még. Olyan is nem rémlik. Egymással szembe kell állni. Nem álltunk egymással szembe? Ezek szerint amúgy nem. Na, még van 6 percünk. Nem tudom, jól csináljuk-e. Van ilyen izé, vérzős bied, és azt gondolom kell a lak megfelelője, amit az Elden Ringben van. Amit nem tudom, hogy hogy hívnak. Na repócó, sikerült az ebédet megcsinálni? Árkén, akkor valószínűleg árkén kell a vérzéshez. I'll pay you platinum coins for the gatherables you bring. Viszont kell. Ha, az akkor úgy megy magától, nem kell hozzá lát. Majd lákos. Kelleni nem. Ott segít. Aha. Na
Ja, több lát gyorsabb biléd, akkor jól gondoltam. Bár azt nem csinálja sok dolgot a bosszal, csak kiarap egy jókora a HP-t kicsit, ne valaha. Hol hangzik? Taggerrel meg durva bleedet lehet csinálni. A blood loss az nem bleed, azt hittem. You're amazing. I had no idea you would bring back so much. This should be more than enough. You can do whatever you want with the remaining time. 3 percünk van még. A második demigoddal táncolok, aminek a Mánika igen tetszett, és bár el kellett mennem picit farmolni, mert van hitel. Hát nekem is valószínűleg sok farmolás kellene. Az elmúlt pár streamben nem nagyon tudtam megtartani a rúnákat, amiket így kiszedtem, mert gyakorlatilag bevittem egy bosshoz, azt ott maradt. A boss meg nem tudtam legyőzni. Max 4 itemet lehet leadni. Ó, látom, akkor most már több nem lesz. Azaz a titkos ládát nem tudjuk ketten nyitni. Ó, basszus. Ja, most már ez nem fog beszámítani. Ja, úgyhogy ez kár is volt visszavinni. Nem, az MMO-ban vannak ilyen gatheringes professionek. Ampúcius. Itt is lehet fát vágni, meg bányászni. Van még amúgy egy ilyen platinum ticketed? Lengel. Van. Mehetünk akkor ezután még egyet. Négy főssel. Sütöttem bele az első olyan bossba, aminél azt mondtam, hogy inkább rádom a runa dobás gátló. Vagy zánom nincs, hogy szenvedjek vele. Ja, aha. Az nem hülyeség egyébként, igen. Én olyat még nem használtam. Aha, négy főssel mehetnénk majd. Megnézzük, hogy milyen a vége. Hát, én például ott a... Amikor azt a
Trap Dungeonbe vagy nem tudom, hogy hol voltam, és ott azt a bikát megtaláltam, ott nem gondoltam, hogy bika lesz majd bent például. Jó, hát ezt megcsináltuk. Ezek a platinum fieldek arra jók, hogy utána majd jókat tudjunk craftolni utána, igaz? Bosszor lepattant minden ütésen, és mágiám, szóval el kellett, hogy engedjem. Azt mondja, hogy én vagyok a lobby mester. Na jó. Azt ezt hogy kell csinálni? Ja, fine party. Így. Ja, úgyhogy én azzal nagyon megszívtam, hogy... hogy nem tudtam megtartani a rúnáimat az elmúlt pár streamben. Pácska. Mandy Paladin. Még kell valaki. Kasszával, karddal, fákjával, tűzzel, varázsra, elektromossággal, de egyik se hatotta meg, még a backstep se. Szia farkaskölyök, szevasztok srácok. Hey. Van Asdasd, meg Ianter. Hát én jó párszor 10 000-et hagytam ott, morcos is voltam miattam. Pam param param pam param pam pam. Ja, eljön az ide, amikor a 10 000 az majd apró pénz lesz. Most még nem az. Épp ráérek. De akarsz jönni, nyugodtan csatlakoznásk. Van ilyen jegyed. Majd mondd, hogy mi a neved. És akkor nem fogadom el másért. Hogy telt a nap? Jól, megnéztük az Epic ingyenes játszit, meglepően jó volt. És most meg losztárkozunk már egy jó ideje. Aha, kell hozzá platinum jegy. Nesk, neked akkor nincsen? Úgyhogy mindjárt ebédelek, és akkor utána meg folytatjuk végre az Elden Ringezést. Nincsen? Se baj, majd legközelebb. Jajaja, 10-es gathering-es képességek kellenek, hogy megérje, így van. Hogy indítottad el itt Lengel amúgy múltkor? Múltkor adtál 2 perces tiltást, miért ha szabad kérdezem, a DC-t azért írtam be, mert csatlakozni akartam volna a Discord szervezethez, hogyha van. Mert a parancsok azok ott vannak a leírásban, hogy milyen parancsok vannak, random parancsokat meg ne annyira írogassunk a chatre. És ezt a bot csinálja automatikusan a legtöbb ilyen parancsért járó timeoutot.
leírást érdemes átnézni, hogyha esetleg újak vagytok itt a streamen. Van Discord szerről egyébként. So try using the trot skill. I sense a fresh energy. I think you're getting faster at gathering. Public service worker achievement. This brilliant glow. Please go find some more. I'll pay you platinum coins for the gatherables you bring. Hát nálam ilyen különleges a parancsok jelenlét a chatem. Hogy mondjam? Szia, Bonspirit. A calm energy. You're really getting the hang of those tools. Na, a srác most majd visszafog valamit, hogy mi a minden igaz. Úgy van. Nem gondoltad, hogy lesz ilyen event, ami nem monoton? És mégis a gatheringes prophoz kapcsolódik? Én se. Hármas is talált valamit, amit vissza kell majd vinnie. És azt hittem a Platinum-fél dabonál, hogy bemész egy karakter. Kavics meg fal közé, azt ütöd őket, amíg el nem fár a karid. Nem fárad a karid. Nem tudom, ugye ez nem, tök jól össze van rakva, srácok. Miért nem vissza a cucc... Miért nem hozza a cuccot? A hármas. Ott a Soil of Life. Ott hagyta. Úgy tudunk a titkos területre bemenni. Most minden visszaspawnolt, és itt be tudunk menni a... Nem igaz? Így van. Szóval minden király, farkáskajak szerencsére. Remélem nálad is. Még csak most értem a jeges világban, megoldogattam ki a Chaos Dungeon-öket, aztán azóta nem tudok játszani, mert pedig a lakás felújítás. Szóval a RIP game egy darabig és minden más. Ó! Oh. De később legalább jobb lesz. Jeges terület az a Shushire. Én annak pont legutóbb vetettem véget. 3000-es sor. Az nem vészes, Bonspirit. Bár attól függ, hogy hol. A Cinneren most 3000-es van. Akkor vagy bővítettek, vagy kevesebb játékos van.
Hármas emberünk a AFK-n vagy kifogyott? Nem. Ő gather-öli ott a cuccokat, meg viszi azt a soil-t. Nem tudom, én nem éreztem a hétvégén azt, hogy megjelent volna az Elden Ring. Ugyanolyan nagy sor volt. Hogy működik? Á, látom már, hogy működik. Ezt megérte használni. Ezt nagyon megérte használni. Sok időt spóroltam. Hát figyelj, a játék nem szalad el a farkaskölyök, játékosok ugyanúgy lesznek, úgyhogy tudod majd csapatni. Oh, this brilliant glow. Please go find some more. I'll pay you platinum coins for the gatherables you bring. Hármas már kettő ilyen cuccot is talált. Nem nagyon akarja őket hozni. Cinderen kellene nekem valamit fenn, akik rédelgetnek esetleg valaki. Én nem tudom, hogy a klán, amiben vagyok, a Danáéké, azok, mint hogy ők rédelgetnek. Úgyhogy ezt nem vágom. De ma például láttam egy olyan klánt, aminek az a neve, hogy Szia Uram. Cinderes klán. Glow. Please go find some more. I'll pay you platinum coins for the gatherables you bring. Look. Ez just one more. A sapling az majd egy kinövő fát mutat. Egyébként. Vagy mi ez a sapling egyébként? Hát jelzi a térkép, de nem tudom kivágni. I sense a calm energy. Everything will be fine, no matter what tool you use or how you use it. Na nézzük, betámadom. Medve. 20-as szinten meg tudod növeszteni. Wow! Na, itt van még egy nálam. Csak akkor meg lehetne. Ahogy látom, ott 3-asnál is van egy. Még van 5 percünk. Szépen le van tisztítva a pálya. Jó.
Super. You're amazing. I had no awesome. Idea you would bring back so much. This should be more than enough. You can do whatever you want with the remaining time. Én már több dolgot nem tudok hozni. A többieket. Többiek remélem majd viszik majd a cuccokat. Mondjuk akkor is tudom hozni, csak leadni nem tudjuk, úgyhogy ez jogos. Didn't I tell you earlier? Each person can bring only the designated amount of gatherables. Úgyhogy a négy, azt még ott a föntit is el kéne hozni. Oh, Spirit, wow. Köszi szépen az ötös feliratkozás ajándékozásodat. Praise the sun. Feregjenek a szövegek Bone Spiritnek, illetve our modest fellowship expands. Praise the új és visszatérő vadászoknak egyaránt. Köszi szépen, hogy Honor 13. Laca 11. Honor 7. Our modest fellowship expands. Praise the sun. És Matt Zoli első hónapját ezzel lehetővé tettem. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Gatherables resurrected again. But I feel a dangerous energy from somewhere. Please be careful. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Köszi a támogatásodat. Köszi Mekri, hogy itt voltál. Szia, szia, szép napot nekem. Így van, az ebédelés az fontos. Ez így igaz. Hát én többre számítottam. Ennél a résznél. Az Unreal Engine 3? Hát jól kihasználták, Gardrob. Nagyon jól kihasználták. 40 gombánál járok. Tíz áromszak. 8. Na hát ez jobban ment. Megköszöntük. Na meg megköszönjük Bone Spiritnek is itt az ajándékot. Szóval a Lacának 11, Honor 7. És Bone Spiritnek. Uli 2, Zoli pedig 1. Zsír! Hát most már tudjuk, milyen ez a Platinum Field is. Eljátszottuk mind a két ticketünket. Hát...
nem a világ legizgalmasabb dolgát láthattátok. De most már tudjuk, hogy ez ilyen. Megnézzük a Platinum Fieldet. Haladtunk a Roendeles küldékkel. Ami jön, az valószínűleg ez az Elzovin séd lesz. Úgyhogy... ha mármennyire is szerettem volna egy stream alatt letudni egy területet, úgy néz ki, hogy ez kevés. Lassú vagyok. Lassú vagyok ezek szerint. De megpróbáltuk. Volt még ma 2 Chaos Dungeon. Ja, meg 2 Platinum Field. És köszi szépen a segítséget benne, Lengel. Meg mindenki másnak, aki segített itt a chaten, hogy itt van I am the Hunter. Aki segített abba, hogy hogyan és mit kell csinálni a játékban. Innen folytatjuk majd legközelebb.